Egy felelős állattartónak talán mondani sem kell, hogy ilyenkor kedvenceink sokkal nagyobb odafigyelést igényelnek, mint enyhébb időben. A téli hideg hónapokban kint tartott ebünk számára gondoskodjunk energiában dús eleségről, valamint napközben többször ellenőrizzük az ivóvizes tálakat, mivel a zord időben gyorsan befagy. Ha tehetjük, engedjük be éjszakára a garázsba, az előszobába, egy sufniba, vagy hasonló védett helyre az állatot, ha nem, gondoskodjunk megfelelően szigetelt kennelről vagy kutyaházról. Fontos, hogy a kutyaház megfelelő száraz és szélvédett helyen legyen. Fontos az is, hogy jó hőszigetelt legyen a ház, és a kutyaháznak a mérete arányos legyen a kutyának a testnagyságával. A kutya kényelmesen meg tudjon benne fordulni, kényelmesen le tudjon feküdni, illetve fel tudjon benne állni. Az sem jó, hogyha túl nagy a kutyaház, mert a kutya a saját testű hőjével akkor nem képes felfűteni a kutyaházat. Nem javasolt szénaszalma a kutya alá rakni hőszigetelésképpen, mert az apró növényi részek a szembe, orba, szájba, bőrbe befúródhatnak és sérüléseket okozhatnak, illetve külső élősködőket is tartalmazhatnak. A megfázás, köhögés, orfolyás kutyánkat és cicánkat ugyanúgy utolérheti, mint minket. Szabadban tartott ebünket megfelelő kutyaház vagy kennel hiányában akár a fagyás és a kihűlés veszélye is fenyegeti. A kihűlésnek a jelei az étvágytalanságon, bágyadtságon kívül az imbolygás, remegés, mozgási problémák. Az állat nem képes a házába bemenni. Ilyenkor érdemes mindenféleképpen minél hamarabb pokrócba tekerni, meleg helyre vinni, melegíteni, illetve állatorvoshoz minél hamarabb elvinni. A lakásban tartott kedvenceknek továbbra is fontos a levegőzés. Napközben minél többet legyenek a szabadban, azonban legyünk figyelemmel jelzéseikre, hiszen hideg időben a rövidszőrű fajták egyedei hamar vacogni kezdenek. Kistermetű vagy rövidszőrű kutyusunkat az utcai sózástól vagy a téli minuszoktól cipővel, kabáttal, pulcsival is védhetjük, de kerüljük a megfázást, a fűtött lakásba érve vegyük le róluk azt.